Attól függ, milyen szemszögből nézve. Hogyha egy életet nézünk, akkor természetesen gyógyíthatatlan. Hát ez a karmának a kategóriák. Lehet pont betegségekbe mérni, van olyan kategória betegségnek, ami csak egy kicsit bőtöltem, valamit változtattam az életemben, és meggyógyultam. Van másik kategória, amikor már ezek a tevékenységek, az én tudásom és cselekvésem nem elég, akkor kell, hogy valaki segítsen más, egy orvos, akár mélyebb tudást, mélyebb tanácsokat adjon, vagy adjon gyógyszereket, és így tovább. De valamikor az sem működik, akkor már kell mondjuk műtétet csinálni, és csak akkor meggyógyulunk, akkor van olyan gyógyítatlan már betegség, még mélyebb karma, hogy nem működik semmilyen gyógyítás, de nem halálos, ember tud élni sokáig vele, és van még egy ilyen kategória, ami már halálos, ami gyorsan fog halálhoz vinni az embert. Szóval van. Végül ez a egy élet, egy test életről van szó, de hogyha globálisan nézünk, akkor valamikor ennek vége lesz az időszaknak, és következő születéskor, vagy egy pár születés után, akkor már nem lesz ez a betegség. Szóval egy egész életre tart, de nem örökké.